2011 a kémia éve volt, ekkor fogalmazódott meg az ötlet Nagy Nékotrócú Andrea kémia tanár fejében, hogy mivel a gimnáziumban fontos szerepe van a kémia oktatásnak, szervezzenek meg egy magas színvonalú versenyt. Az akkor még iskolai szintű vetélkedést ma már városivá bővítették, melyen a 11-12-es diákok mérethették meg magukat, összesen 18-an. A verseny három részből állt, írásos feladatmegoldásból, tesztekből és kísérleti részből. A verseny egyik célja az, hogy ösztönözze a diákokat a jó eredményekre, mert igen magasak a felvételi követelmények, és amiben tudott, az iskola is segített a felkészülésben. Fakultációnk az van, és az iskola lehetőséget biztosított egy plusz két órás feladatmegoldó verseny, vagy feladatmegoldó óra címen, arra, hogy pluszba készítsem őket, de hát ugye ez is elég kevés, mert nagyon-nagyon magas a szint, főleg emelt szinten nagyon-nagyon magas a színvonal, úgyhogy ez is jó ok arra, hogy készüljenek, és minél többet versenyeznek, annál inkább sikeres lesz majd a felvételiük. A verseny részek közti szünetben a gyulai kötődésű dr. Galbás Zoltán egyetemi docens a rendezvény fővédnöke tartott előadást a kémiához kapcsolódóan, méghozzá a veszélyes anyagokról. Ilyen például a higany, mely nem csak úgy és ott található meg, ahol a legtöbben gondolják. Az köztudott, hogy betiltották a higanyos lázmérőket, higanyos hőmérőket, igen, de az Európai Unió szabályozása kétarcú, és ezt már lassan meg kell szoknunk, mert például azok a kompakt, energiatakarékos fénycsövek, meg a hagyományos fénycsövek mind higannyal működnek, és az emberek úgy nagyjából egyszerű eszköznek kezelik, és nincsenek tudatában annak, hogyha eltörik, és nem megfelelően veszélyes hulladéként kezelik ezeket az égőket, akkor higanyszennyezés kerül a környezetbe. A verseny végén a díjazások mellett valamennyi diák apró ajándékokkal térhetett haza.